Szia, szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen! Várjál, leveszem a szemüvegemet. Éppen tartok munkába, viszem ma magammal a szemüvegemet, a kamerát, és lefilmezem az egész napomat. Éppen jön apukám, úgyhogy most vissza lehúzom, beindítom, és filmezek tovább, úgyhogy menjünk dolgozni. Megjöttünk dolgozni. Itt fogunk dolgozni egy darabig, ugyanis ezeket az ajtókat fogjuk festeni, ezeket a narancssárga ajtókat. Minden évben csinálunk egy párat, ebben az évben 110 darabot kell megcsinálni. Le kell festeni ugye egy ilyen egyszer, egy ilyen alapozóval, aztán kettőször ilyen narancssárgával. Ma megy rá arra a sorra, ott hátulóban mindjárt megyünk, az utolsó festés, az utolsó kód, aztán folytatjuk majd tovább. Egy nap körülbelül, hát attól függ, 20-25 ajtót tudunk megcsinálni, mármint egyszer lefesteni. Amúgy itt van sok ilyen, ez ilyen tárolóhelyen raktár, nem raktár, ki lehet ezeket bérelni, és bele tudod rakni a cuccaidat, hogyha van, vagy autódat, például itt is kint tárolnak autót, látod, meg kamionokat, meg hasonló dolgokat, és mindenkinek tele van ezek a garázsok, sok-sok cucca, ugyanis sokszor jönnek napközben, kinyitják őket, és van bent tévé, hogy elköltöznek, vagy hasonló dolgok ugye telerakják. Na várj, megvárjuk apukámat, azt nem hoz kesztyűt, mert hideg van. Ma reggel nincs az a nagy hideg mondjuk, de a rettentő hideg volt. Ezeket lefestettük. Ez kész van teljesen. Meddig jutottunk? Ez 50-esig, ugye? Ez az 54. Az az oldal, ami csak kétszer van lefestve. Egyszer le van alapozva, meg egyszer rajta a szín. Majd le kell kenni. Festeni ma valószínűleg harmadszorra. Ez a 49-es. Innét fogjuk kezdeni ma, és megyünk vissza. Hogy van nekünk egy ilyen garázsunk, ahol be van pakolva a cuccunk, és ott tartjuk a festéket, meg a hasonló dolgokat. Na, ez a miénk egy pár hétre. Itt a magas nyomás, ugyanis le kell mosni, ugye még mielőtt nekiállunk. Aztán festék, ecsetek, úgyhogy most kitisztítjuk az ecsetünket, a vödrünket, már azért nincs megszáradva, látod? Mert hozunk egy újat, és nekiállunk festeni. Meg kivisszük a bóját, mert véletlenül nekünk jönnek, és egész nap jönnek, mennek az autók, meg a kamionok, és nekiállunk. Elmegyek vissza vödörért, ugyanis nem száradtak meg, így kell hozni újat. Ma próbálom majd lefilmezni a napomat, ugye múltkor ígértem nektek, és most már kezdek magamhoz térni, ugye reggel ilyenkor még nem vagyok magamnál, azt sem tudom, hogy hova megyek, hogy mit csinálok sokszor, ugyanis álmos vagyok, kell egy ilyen egy óra, egy fél óra, mire felébredek, és ma megpróbálok minél többet lefilmezni, bár próbálom a videót nem olyan túl hosszúra csinálni, ugye, hogy ne legyen túl unalmas. De, na várja, odaálltunk meg, látod, itt szoktuk hagyni átláva az autót. Csak az a baj, hogyha valami kell, akkor vissza kell rohanni az autót. Nem rohanni, visszasétálni. Nem sokára jön amúgy az öcsém is, hoz festéket, aztán neki el kell menni máshova. Úgyhogy ma valószínű, hogy ketten leszünk, nem valószínű, hogy ketten leszünk apukámmal. Na, van itt sok minden. Kicsit rumli van most az autóban, ahogy látjátok. Viszek kettő darab ilyen tiszta vödröt, mondjuk ez nem tiszta, kell egy másik. Na, visszajöttem, hoztam vödröt, elhoztam ugye ezt a kamerát, és ezt a másikat, beleraktam, ugye látod a reggelin mellé, nézd, összenyomódott a reggel.
Úgyhogy megpróbálok majd ezzel is itt-ott filmezni, hogyha lesz időm, még dolgozni kell. Megnézem apukámat, ugyanis valószínű, hogy ecseteket fest valahol ott hátul, ugye ott van víz. Hány óra? 7 óra 5 perc van. Ott van amúgy a WC hátul, van ott fürdőszoba is. Apukám meg itt mosogat, ott látod. Kész van? Miért? Kérem, kell lassulak. Na, viszünk létrát magunkkal. Viszünk takarót, dropsitet. Várjál, hopp. Egyet viszünk, vagy kettőt. Vigyem ezt is. Elvisszük ezt is. Nem jön semmi, úgyhogy mehetünk. Oda ki van már bójázva, az ott fogjuk kezdeni. 49-szél kezdjük, ugye most letakarjuk, hogy ne menjen véletlen rá betorra a festék. Na, szépen betesszük. És hozzuk a létrát, hogy felérjük. Itt az én létrám, az enyém a kisebbik. Ma reggel. Hozzuk a festéket. És elkezdjük föntről lefelé. Új, na, itt már süt a nap. Kicsit meleg lesz most. Legalábbis később, nem meleg, nem lesz ilyen nagyon hideg. Úgyhogy elkezdjük. Ezt valószínűleg most én meg fogom állítani, mert a következendő pár órában nem fogunk semmi más csinálni, csak ezeket fogjuk festegetni. Úgyhogy majd itt-ott közben azért filmezek, de szerintem unalmas lesz, hogyha ezt az egészet lefilmezem, hogy festem az ajtót, meg a következőt, meg a következőt. Ugyanis nekünk is rettentő unalmas. Az első ajtó még elmegy, még a második is, de utána nagyon normális, ugyanis az összes ajtó ugyanaz. Valamelyik egy kicsit kisebb, valamelyik egy kicsit nagyobb, de elég is ezt tudjuk egész nap csinálni. Első ajtó kész van, ahogy látjátok. Egy ilyen ajtó körülbelül, attól függ ugye, hogy mekkora, ilyen fél óra, 40 percig tart, várjon egy autó. Látod, itt jönnek, mennek, de most átköltözzünk a túloldalra. És most itt kell sütni a nap, és napsütésben ugye nem a legjobb kenni, mert a könnyen rászárad, hogy átmegyünk oda. Amúgy még mielőtt valaki megkérdezi, hogy miért nem fújjuk, mert ugye ezeket lehetne fújni, azért nem fújjuk őket, na várj, közben ezt is hiszem, azért nem fújjuk ezeket a garázsajtókat, mert előttünk pár évvel festők fújták, és ahogy fújták, bement a festék oda mögéje. Ugyanis itt fönt, ahogy jobban megnézitek, meg az oldalán be tud menni ott a festék, és egy pár helyen vannak ugye drága cuccok. Mert hogyha nem drága cuccok, akkor is ugye nem szeretnéd ugye összefesteni valaki mondjuk a tévédet, vagy a bútorodat, mert van bútor itt, valahol van mondjuk, nem tudom, több millió dolláros érték. Amúgy vannak el tévében ezek a műsorok, biztos, hogy van nálatok is, nem tudom, hogy van-e, vagy nincs, de ahol oda mennek, ilyen auction, és megnézik ugye, lehet rá pénzt rakni, nem tudom, minek hívják ugye. És aki megnyeri, kinyitják neked, és ha valami jó cucc van benne, akkor jó jártál, hogyha nincs, akkor meg ugye elvesztetted a pénzedet. Na várjál, ezeket összeszedjük. Addig közben apukám elment a festékre, és megérkezett az öcsém. Összeszedem ezeket a bójákat, átkölt ezek a túloldalra, és onnét fogjuk tovább folytatni. Várjál, elviszem apukám festékét, elviszik a létrát is. Ugye ilyenkor még csönd van, ilyenkor reggel. Később olyan 9 óra környékén jönnek az autók, a kamionok, olyan forgalmas ez a hely, te. Na, itt elkezdjük. Ez az oldal jobb. Azért jobb ez az oldal, mert kisebbek ezek az ajtók. Látod, ilyen kis picike? Az az oldal nagy. Bár olyan mindegy, mert akkor is egész nap festünk. Na, várjál, kitámasztjuk, kibolyázzuk magunkat, hogy lássanak minket messziről. Ide. Oda egyet. Az a jó, hogy ez egy irány utca. Bár sokszor onnét is bejön a kamion, és nem is látjuk. Na. Kész van. Legalábbis ez az ajtó kész van.
Apukám azt mindjárt befejezi a tetejét, és elmegyünk. Eszünk ugyanis 9 óra 30-ban. Megcsináltunk mennyit? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot, meg azt 7-et. Mennyitől 7 óra? Ilyen 7 után kezdtük. 49-eset csináltuk, azt hiszem, ugye? Na, úgyhogy ezt most itt hagyunk mindent, és visszasétálunk. Azt mondom, hogy leveszem az egy fölsőmet, mert van rajtam hány fölső? 1, 2, 3. Most már kicsit kezd melegedni. Felment a nap. Ma nincs az a nagyon hideg, ahogy mondtam. Most eszünk, körülbelül egy ilyen fél órát szoktunk ülni, 20 percet. Megreggelizünk, aztán jövünk vissza dolgozni. Utána meg már csak, nézd, valaki összekarcolta. Utána meg már megyünk haza. Egyszer állunk meg ugye egy ilyen fél órára körülbelül. Úgyhogy gyorsan megreggelizünk. Na, ezt ugye letesszük. És megesszük. Látod, két szemücset hoztam. Kérlek ide a napra. Hoztam teát, hoztam kólát, hoztam, látod ezt az energiaitat. Egy ilyet meg szoktam átlálni. Egy nap. Ez az enyém, mert rajta tébet. 300-120-300 valamennyi volt, nem? Megcsinálni. Mindenkinek kb. 100-110 ajtói. Végeztünk már, úgyhogy megyünk hazafele. Majdnem megcsináltunk mindent, amit akartunk. Majd többet is megcsináltunk, na? Ott pakol valaki, látod? Valami cuccot. Na. Itt áll az mi autónk. Most gyorsan beugrunk, elmegyünk haza és megebédelünk. Emlékszel a számra? Ide van írva, amit ezzel lehet kimenni. Be van zárva a kapu. Meg ezzel lehet bejönni. Na, szervusz. Na, szervusz. Kiengedsz. Na, jó legyen. Szia. Általában innen egy gyalog megyek innét a saroktól, apukáit ki szokott tenni. Nem kell neki bemenni az iskoláig, mert iskolai időben nehéz megfordulni. Itt vagyunk mindjárt a hídnál. Ahogy látjátok, amúgy innét egy ilyen 2 perc gyaloglás, hogy egy saroktól, ahol apukám kirakott. Itt csak át kell menni ezen a hídon, de kiérek az iskolához, és ott lakunk szemben. Majdnem olyan, hogy lehet látni is a házunkat. Úgy elég jó idő van, komolyan mondom, szépen süt a nap, meg elég meleg van. Hogy itt szoktunk elérni a csónakkal, ez a híd alatt onnét szemből, és a házunkat majd miért lehetnét látni. Itt van szembe az iskola, meg az úszómedence. Nézd, ott vannak a kacsák lent. Ott a füvön, ott legelnek. Ott az iskola. Sehol senki, ugyanis még mindig szünet van, ugye téli szünet van. Ez az utolsó hét, és jövő héten kezdődik. 2 hetes volt ott a medence, látod? Az iskolák a medence. Ott van a kosárlabda pálya, foci pálya szembe, meg ott lakunk. Nem ez a sarkiba ugye, hanem mellette a másikba. És hazaérkeztünk. Felvesszük a újságot. Megnézzük a postaládát, üres. És bemegyünk. Majd bent próbálok filmezni, ugye szokás szerint. Nézd, ott ül a Lukasz. Megijesszük? Mindig meg szokott ijedni. De ugye angolul beszélünk benne, nem magyarul, és itt-ott azért majd filmezek. Na, észrevett. Hello. What are you doing? Beautiful. Na. Megnézzük, hát ha a Davis alszik, megpróbálok egy kicsit csöndbe bemenni. Nem nagyon hangoskodni. Kizártak. Elővesszük a kulcsot gyorsan.
Hello. What's up? Yes. Felébredt a Davis. Oda néz, ott a Davis. Épp, hogy bejötte, aztán fel is ébredt. Úgyhogy most már meg fogunk ebédelni. Ahogy mondtam, majd filmezek itt ott, de... ugye nem magyarul beszélünk, hogy sok mindent nem fogtak érteni, de egy pár részt lehet, hogy bent hagyok. Még ugye beszélgetünk, hogy ez a teljes napom, ez történik egy átlagos napon. Még a videót ilyenkor általában nem szoktam elkezdeni, összesen megevédelek, megzuhanyzom magam. Ja, az a vannyíró, látod? Úgyhogy én most leveszem a fősömet, megnézem, mi lesz az ebéd, és megevédelünk. Hm? Vagy nem vagy még éhes? Oh. Gyere, menjünk. Sunny. Sunny's. Do you want to put the TV on for you? TV. TV? Oh, do you want to sit down here? Oh. Mommy's gonna make lunch. Alright. What do you wanna watch? What again? The penguin? Do you wanna check what's on TV? Look. You wanna watch this? Let's take the subtitle. Watch this. Levettem a fősémet. Davis nézi a tévét, feleségem készíti az ebédet. Ugye a feleségem nagyon nincs rajta a videókon, mert nem szeret szerepelni. Ezért próbálom ugye nem beletenni. De itt-ott azért lehet, hogy bent lesz. Hogy lássátok ugye, hogy mi történik. Megnézzük, mi csinál a Lucas. Nézd, kizárta a kapcsolója. Hello. What's up? Well, for my Hungarian channel, I'm gonna do a Muppet marathon, so... I'm gonna be filming, okay? Huh? The camera is filming. Okay. It's not the vlog. I know that. That's why okay. I'm speaking English. Tegnap mondtam a Lucasnek, hogy ma lefilmezem az egész napot, de a Lucas-szel mi nem beszélünk magyarul, ugye? Csak a videókon. És a videó még nem kezdődött el ma. Majd ma nem is fog. Mert ma nem lesz vlogos videó, csak a mindennapos... Azzal is filmezze, filmezze kezdve, és meg a másikkal is. De... Yeah. Mit csinálsz? Én akarok csinálni egy Muppet Marathon a csatornámra, magyarul. Igen? Ezért én indultam a legelső Muppet filmbe, és hamarosan lesz egy videó. Rendben van. Van sok Muppet film. Van sok. És ha valaki el akarja nézni a Lucasnek a csatornáját, itt a videó alatt a leírásban megtaláljátok. Olyan furcsa filmezni ezzel a szemüveggel, nincs a kezembe a kamera. Yeah. Nem. Hello, szia, szevasz! Na, majd mindjárt jövök. Vagy gyere, mit tudom én, nem volt ma... Did you have lunch? No. Not yet? No. We're gonna have lunch soon. Okay, I'm just gonna continue watching. Are we going anywhere today? Yeah, we're gonna have to go to the shops. For what? Oh, I don't know. Mommy said we're gonna have to go. Shoes. For my shoes? Yeah, we're gonna have to buy shoes. Okay, well, bye-bye. Bye-bye. Föl az ebéd. Volt, mint a feleségem. Valóban eltűnt. Davis, where is mommy? Hm? Where is mommy? Bang! Te! Készen van az ebéd. Ugye az emlék szólok a Lucasnek. Általában nem szemekbe ebédelek, meg nem nadrágba. Látod itt a munkásgatyám? Ezeket leszoktam általában venni magamról, meg még a fölsőmet is, attól függ, hogy milyen hideg van. De várjál, bent vagyok? Remélem, hogy bent vagyok. De beraktam addig a kamerátokról, amit lássatok, és így ebédelünk. Nem tudom, hogy most a Davis eszik el velünk, vagy nem, mert általában előbb felébred, vagy később, és nem akar ugye mindjárt ebédelni, de majd meglátjuk. Na, úgyhogy most elmegszólok a feleségem, a Lucasnek. What's happening? Hm? What's happening? Boom! What happened to the wheel, huh? I broke it. Oh, I have one of those. I just got one of those. The figure I just got one of those. I have Simba, that one right there. They sold seven of them for $23. Beautiful. You want to speak Hungarian or English? You know, English, I guess. English. Can I go back and continue watching the movie after lunch? Well, we're gonna have a shower and then we're gonna go. Well, throughout that time, I'm gonna
get some more movie done. What? No water. Oh yeah, this one. It's coming this one. Szép az idő! Ahogy látjátok, az előbb kitettem ide a kamerát. Oda rátettem, látod? Arra az asztalra. És egy pár részt próbálok filmezni, ugye majd megpróbálom beleszerkeszteni azokban a részekbe, ahol ugye nagyobb ugrás van, mert mindent azért nem veszek ugye fel, mert lehet, hogy túl unalmas lenne. Nézd, ott szembe lebontják azt az állványt a ház körül. Látod? Ott laktunk abba szembe, és mellett elkészült az a másik, legalábbis majdnem. Na minden, én most nem más csinálok, mind elmegyek, aztán gyorsan lezvonzom magamat, és behozom azt a kamerát, kirakom a GoPro-t, aztán azzal valószínűleg felveszem tovább. Davis még mindig eszik. Hello! Feleségem nem szeret bent lenni, hogyha próbálom kitakarni az arcát, hogy nyalássátok. I'm gonna try to cover your face so they can't see you. So you're not in there. You too! And kiss it. Moosey, moosey. Alright, I'm gonna go and have a shower. Fighting what? No, it's on. I'm covering your face, see? Nobody can see you. Yeah, you know I don't want to be. There. Look at this. Not just the face. Go get ready. I am ready. You're not gonna go out like this, seriously. No, I need to change. Yeah, I go get changed. I'm gonna go have a shower. Look, Darius is gonna finish your lunch. And because yeah, but they have to change now, they're really tired of me. They will hurt for quite a while. Yeah, I know. Na, bejöttem. Feleségem ugye nem szeret szerepelni. Ilyenkor beszéltek magyarul, mert ilyenkor csak ugye nektek beszélek. Hú, de egész hangos lett. Ilyenkor csak ugye nektek beszélek, de mikor kint vagyok a családdal, ugye nem tudok mindig magyarul beszélni, mert nem értek. Tehát a videózók ugye magyarul beszélek, de amúgy angolul beszélünk, éjjel-nappal, kivéve apukámmal, anyukámmal, meg az öcsémmel, ők ugye magyarul beszélünk, mind a családdal, itthon, a feleségemmel, Lucas-szel, de ugye angolul. Bár ezt sokan tudjátok, csak gondoltam, hogy megosztom veletek. Úgyhogy én most nekivetkőzök, még mielőtt letöröm a gatyámat, meg a fősömet, meg lezvonzok, addig megálltam ezt a kamerát, és utána folytatjuk tovább. Nektek ez egy ilyen másodperc lesz, mert vagy még annyi se, ezt figyeld, várjál, hogyan mutassuk, így. És, ahogy látjátok, lezvanyoztam, elkészült el, felöltöztem. Ilyen gyors volt. Na, közben a Davis befejezte az ebédet, ugye? Did you finish your lunch? No. No, what do you mean no? No. Come on, let's go. És, gyere, ne kapcsoljuk a villany. Come on, let's go. Come on. Come on, let's go. Elmegyek ki, behozom gyorsan a kamerát. Ugyanis ott hagytam ki, innen kicsit ott filmezzen. Látod, az állatunk megint itt volt az éjszaka, azt hiszem. Megint nem roktam ki a másikat. Na, felvesszük. És megállítjuk. Ki kell cserélni benne az akkumulátort, mert egyesen van. Ja, bike! Ott van kint a biciklid, látod? Na, kicseréljük ebbe az akkumulátort. És valószínűleg ezzel folytatom most tovább. Lecseréltem a kamerát, ahogy látjátok. Ez a kamerához könnyebb beszélni, mert itt tudom, hogy ugye hozzátok beszélek, és nem csak mikor ki a rajta fejemen az a szemüveges kamera, csak beszélek ugye ki a fejemből, az nem tudom, ehhez jobban hozzá vagyok szokva, hogy itt tartom magam előtt, és látom magamat, úgyis ott az LCD, ugye, titeket nem látlak. Jó lenne, ha titeket is látnálak, de na minden. Úgyhogy, általában ilyenkor kezdem a videókat, tehát ahogy szoktam mondani, nemrég hazaértem a munkából, épp hogy csak megzonyoztam, megevédeltem, és elkezdem ugye a vlogot. Hello, szia, szevasz, na minden. Hello, szia, szevasz, már volt reggel. Az időjárás ilyenkor általában megmutatom nektek, hogy oda nézzetek, milyen szép az időjárás. Egy felhő nincs az égen szinte. Milyen szokás, és mindig így kezdtem a videót, hogy miért mindig így kezdtem a videót, nem tudom. Ez egy ilyen jól bevált szokás, én azt hiszem. Rettentő régóta ugye így kezdem őket. Úgyhogy ebben a mai napban ugye próbáltam több mindent filmezni. Mi? Mi vicces? Fun? Ebben a videóban ugye most próbáltam több mindent filmezni, még nincs vége a videónak. Munkahelyen sok mindent ugye nem tudtam, mert dolgoztunk, meg unalmas lenne én szerintem. Most délután próbálok több mindent filmezni, nem olyan túl sok mindent, ugye, mert olyan dolgot, hogy nem filmezek le, hogy elmegyek mondjuk a WC-re, ugye, vagy elmegyek zuhanyozni, vagy megdögönyözöm a feleségemet, ugye, vagy akármit, ilyeneket azért nem filmezek le, de próbálok egy kicsit ma tovább filmezni, végül is megmutatni nektek, hogy nagyjából, ugye nem az, hogy ma mit csinálok, de nagyjából hogy telik egy napom, hogy egy átlag ausztrálnak hogy telik a napja.
biztos, hogy másképp, mint az enyém, de ez az én napom, az ez ugye Daddy. Így telik. Mit mondasz? Nyuszi, szárbusz. Szeretsz? Hm? Come here. Look, there's the camera. See? Hello. Ugye a Davis-szel, ugye videókon beszélek magyarul, de amúgy angolul beszélek a Davis-szel is. The door, where is the door? The door is locked. Yeah, I locked it, you can't go out. Szüleim ugye magyarul beszélnek a Davis-szel, és na mindegy. Itthon, ahogy mondtam, angolul beszélünk mindig, mert tudom, hogy mindig mindenki kérdezi, hogy hogy beszéltek otthon, a Lucas-szel hogy beszélsz, a feleség, nem a feleség, mert azt tudja mindenki, hogy a feleségem nem beszél egyáltalán magyarul, a Davis-szel, na mindegy. Aztán, most nem más mond csinálni, mint el fogunk menni ide a közeli közértbe, ugye kell menni kenyeret, tejet, szokásos dolgokat, ugye általában minden másnap elmegyünk. Aztán valószínűleg átjön az öcsém vagy a szüleim, és majd meglátjuk, ugye attól függ, hogy mi történik. A Davis már közben felvette a cipőjét. Why did you put your shoes on already, Nyuszi, huh? No, not yet. Don't turn the TV off yet. Not yet. Mommy's not ready. Alright? Shoes. Általában ezeket a részeket ugye ki szoktam vágni a videóból, mikor a Davis mondjuk idejön hozzám és valamit akar. Például most, hogy hozza a cipőmet, ilyeneket általában ugye ki szoktam vágni. De rá akarja húzni a lábamra. Shoes. Thank you. Yes, but I don't have socks yet, see? I need socks. Davis, I need socks. Tehát ezeket a részeket ugye nem szoktam vele rakni a videóba. What are you doing? We're getting ready. Shoes, not yet. Thank you. Feleségem hozott, látod? Zoknit nekem. Put my shoes back. There. Au! Na, válaszoltam egy pár kommentre, úgyhogy készen vagyunk? Ha? Várjál! Jövök én is, hozom a kamerámat. Mindjárt. Aztán kiraktam a GoPro-t. Addig hadd vegyen. Ilyen timelapse-es videóra kitettem. Remélem, hogy nem fog elvinni egy madár se, meg semmi se. Meg egy állat se. Látod? Ott van kint. Na várjál. Jó helyen van? Talán jó helyen van. Talán nem jön semmi állat, aki elviszi. Hova rohanunk? Hova rohanunk? Cipő, kell a cipő, kell a cipő. Aztán mi kell még? Sapkasál? Látom a sapkát megvan. Rak fel rendesen te, látod így? Na. Megyerek fel. Opá! Megyerek. A hand. Walk and then walk. Go. Let's go. A bike. We're not gonna go with the bike. Your bike is on the other side. Oh, where's my key? Bike. Mm-hmm. Yeah, bike, the other bike. And open. Open. You got your sonnets? Yes, I do. Are you gonna record all day? No, I'm not gonna recording all day. I'm just gonna record all day. Right now, yes, but if I cut this part out and they want me in a video. No, not that way, this way. Go see Neka. Oh, come on. No time for going on your bike, okay? Bye. Yes, next time. Bye. Next time, okay? Bye. Yes, your bike. We're gonna go out with your bike maybe later or tomorrow, okay? Yes, now we're gonna have to go. Oh. Na, megvan minden, a Davis egy kicsit nyugos, mert akar menni a biciklien, de mondtam neki, hogy majd holnap, vagy később délután, hogyha lesz időnk, megvan minden? Nincs meg minden, ugyanis kell venni, lehet, hogy át kell menni, kell venni, ami a szegbelövőbe szeget. Oda nézd, micsoda rumli van itt mindenhol. Hol a szegbelövő? Nem is tudom, hova tettem. Ezt el kell most majd takarítani, és a csónaknak ugye befejeztük nagyjából a készítését, látod, még mindig mindenhol van, és még dolgoztunk rajta. A múltkor apukámmal, na már nem találom a szegbelövőt. Tehát hogy mi nem találom? Mert rumli van, azért nem találom. Na megtaláltam, látod? Ebbe keresünk szeget. Ez egy ilyen belövő. Na, de is valamit. Mi a baj? Hm? Nyuszi. Let's go. Na, én lerakom addig. Elmegyünk abból, veszünk gyorsan szeget. Amúgy ezeket a részeket átláb, ugye kiszoktam már, mikor a Davis nyugös, vagy hasonló, már alakítjuk a rádiót. De mivel ez a mai videó nem a teljesen vlogos videó, hanem hogy milyen egy napom, ezért lehet, hogy bent hagyom.
Na, az autót, ami meg kell takarítani, egy kicsit poros itt a garázsba. Várjál, nem záródik. Záródik? Záródik. What's wrong? Nyuszi, what's wrong? What did you do? What did you do? Your hat. You don't have to put your hat on. You wanna put it on? Yeah, put it on, it's okay. Na. Hova megyünk, még a végén nem férünk ki. Oh, groovy. Oh, your ear. Yep, there you go. You got it? Na, megvan minden, nézd ott kosaraznak. Elmegyünk, veszünk Szeged, vagyis megnézzük, elmegyünk a boltba, és jövünk hazafelé. Megérkeztünk, ide menjünk a barkácsboltba. Azt hiszem, hogy úgy hívják barkácsbolt. Meg is van sok minden. Meg vagy? Nem bántjuk az autót, nem bántjuk az autót. Csak oda gyorsan befutunk, aztán megyünk tovább. Na, látod, van itt minden festéktől elkezdve. Fadarab. What? What is that? Well, we don't need that. Gyorsan bemegyünk. Gyorsan bemegyünk és megkeressük. Ide azt hiszem, látod? Legalábbis remélem, itt van sok masina, mindenféle. Dan, you give it to me? Dan. Thank you. Dan. Dan, I should be here somewhere. Na nézzük. Fúró, fúró, fúró. Let's hunt the one more. Should be at the back. What did you say? Left the aisle to check down the back up. The boom. Well, this one is not the one. Might be over there. Yeah. Valahol itt lesz. Legalábbis reméljük, mi is a bejáratnál az előbb megkérdeztük. Mi ott bejöttünk. Maybe we should ask at the front somewhere. We're gonna have to have a look at the soul. Meg kell néznem a fűrészt is. És apukám azt mondta, hogy kell nekünk fűrész. Nem tudom, hogy hol van. Megérkeztünk ide a parkolóba, úgyhogy most megint is veszünk kenyeret, meg tehetünk ugye szokásos dolgokat. A szemüveg lemerült, benne az akkumulátor, úgyhogy azt most nem tudom magammal vinni. Úgyhogy viszem ezt a kamerát. You coming? This fire that way. To mommy? Huh? Come on, let's go. Come on. Come on, are you coming or staying? Davis, yes, vagy maradsz? Gyere. Kéz. Hand. Give me your hand. And jump. Opa! Careful. Hoppa. Hold my hand or mommy's hand? That's you. Hello. Me. Banana. Which one? Banana. You want a banana? Banana. Banánt veszünk. Kettőt, háromat. $3 egy kilóval. Davis már esz is. Mi nyuszi? Na menjük. Lucas hol van? Veszünk gyorsan húst, darált húst. Itt a darátus. Látod, ez $8 az ottan, aztán van 4 az a másik, attól függ, miért akarsz. Kenyér, kell kenyér. Mit mondasz? Várjál, kikapcsollak, jó? Oda, újra bekapcsolhatod magadat. Na, vettünk kenyeret. Daddy. Megyünk tovább, veszünk kenyeret. Yes, what is it? Upa. 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 This one. How many do we have? Yeah, the food, but they don't have it, see? Ez le van árva, az a $18, vagy dollárra, 28-ra. Oh. Lucas, még valami más? Vettünk kólát, vettünk tejet. Minden? Vettünk majdnem mindent. No, it's okay. What are you doing? Hát, Davis, mit csinálsz? Bóckodik. Aha. Aha. Megyünk ott az autó valahol szembe, megy le a napocska. Na, mi helyzet, Lucas? Mi helyzet? Akartál ma valamit filmezni, akkor megyünk haza? Vagy jó. Holnap? Én nekem. Ja, azt mondta, hogy valamit akartál. Ja. Bang! Mit bang? Let's go. You look, see? Hi?
Mit akartál filmet? Egy videó. Videó? Hát mindjárt gondoltam. Na már itt az autó, úgyhogy gyorsan bepakolunk, amúgy vettünk többet, mint tejet meg kenyeret. Attan gyorsan nyissuk az ajtót, ugyanis be van zárva és nincs nálam a kulcs. Csak a zsebemben. Fog meg addig a kamerát, légy szíves. Tessék. Nem tudom csinálni. Mit nem tudsz csinálni? Nyissuk az ajtót. Meg mindent. Davis becsütsenik. Oda. Ugrunk. Filmezem. Filmezem. Ez a mai videóban annyi minden bent lesz, ami általában nem lenne bent. 30 perc? Mi a 30 perc? Az a videó. Köszönöm szépen, úgyhogy most mehetsz, beülhetsz. Mindjárt jövök, csak elpakolom a cuccost. Oda néz, tele van a kosár. Gyorsan belerakjuk oda. Szerencsé, hogy a nagy csomagtartó is belefér minden. Még a kamera is, látod, jó messzire. Na, meg van mindenki, akkor látok. Opa! Kulcs! Na várja. Megvan a kamera. Hol a kulcs? Elraktam a zsebembe. Aha. Ki? Megvan. Nem baj, nose fry. Elfelejtettünk venni ospét az orromra ide. Minden a hónap. Amit mindig elfelejtünk, valamiért mindig kell menni a boltba, úgy mondta. Na, menjünk hozafelé. Itt bepárásodtuk. Mindjárt lemegy róla. Itt ez a bevásárlat, itt a víz mellett. Ilyen szép a kilátás. Ó, fordulunk. Amúgy még mindig sokan vannak, 5 óra lesz 4 perc múlva. Lassan bezár a bolt. Azt hiszem, nem? Nem. Valami 9-kor zár, valami pedig 5 óra. Kisebb volt 5 órakor zár, nagyobb volt 9 órakor zár. Na itt a bukkanó, úgyhogy lelassítunk. Ja, bukka, bukkanó. Hoppá! Elengedjük a gyalogos, mert a gyalogosnak mindig elsőbsége van, hogy a zebrán akar menni, hogyha nem, akkor meg mi megyünk előbb. Na menj a gyorsan. És hazaérkeztünk. Csipogunk. Ennyi. Megállhatunk. Megállítjuk az autót. Aztán gyorsan bepakolunk mindent, és megnézem a kamerát. Remélem, hogy a GoPro még mindig ott van, és semmi állat nem vitte el. Mert hogyha igen, akkor mérges leszek. Hozzáérkeztünk, át is öltöztem, hogy látjátok. Ahogy mondtam, a szövegem közben lemerült, hogyha ezt most ide leteszem. És mindjárt be is dugom tölteni, meg átmásolom a videókat. Remélem, hogy minden videó sikerült. A Lucas, a Davis már nem más csinálnak, mint már játszanak. Ez szokás szerint még haza se értünk, ugye? Ő akart. Ja, ő akart. Ott van kint, látod? Kicsit még várok, még lejjebb megy a napocska, vagy a napja, még lejjebb megy a nap, aztán behozom és azt is feltöltöm, meg átvásolom a videót. Ilyenkor le kell ugye húzni az összes rólót. Aztán most nem más mit csinálni, de általában ilyenkor vagy játszunk, vagy Playstation-nel, vagy a Lucas ugye benne a szobájában, vagy tanul, de mivel most nem kell neki tanulni, mert szünet van. Kinyátszik a Davis-szel, én ilyenkor általában szoktam játszani a Davis-szel bent a szobába. Körülbelül ilyen, nem tudom, 5-10 perc, aztán biztos, hogy fog akar játszani. Mert tovább nem bírja ki. Kedvenc autója, játék ugye a Grand Theft Auto. Aztán, még mielőtt bedugom a videós szöveget és átmásolom. Ugye a videóban sokszor sok mindent nem osztok meg. Mert néha kapok ugye kommenteket, mindenhez ugye lehet kommentálni. És mindig olyan videót nem tudok csinálni, meg olyan dolgokat tenni, ugye, hogy mindenkinek tetszen. Ugye valamiben mindig bele lehet kötni, például a játékba, hogy miért olyan banánt veszünk, miért olyan tejet iszunk, miért kenyeret veszünk, miért menjünk oda, tehát mindenben ugye bele lehet kötni. És általában ezeket a kommenteket, a rossz kommenteket, ugye a csúnya beszédet azt törlöm. Egy-kettőt ott szoktam hagyni, és válaszolok ugye ilyenekre, ami végülis egy-kettő ugye bántó vagy idegesítő, na mindegy. De van sok olyan dolog, amit ugye nem szoktam megosztani a videóban. Például az egyik ilyen dolog, hiszed vagy nem, de én ilyenkor, mikor a Davis-szel egyet játszottunk, és a Davis ilyenkor most nem sokára egy fél óra múlva fog vacsorázni, és még a Davis vacsorázik, én nem más csinálok, képzeld el, mint tanulok! Ez egy olyan dolog, amit sosem osztottam meg a videókban.
eddig, mert erről majd lesz egy külön videó lehet, ugyanis én elkezdtem egy iskolát, ezt elmondom most ebben a videóban, elkezdtem egy iskolát márciusban, egy pár hónapja ezelőtt, vagy már februárban, olyan február közepe, vége felé, van ilyen márciusban kezdtem el, ha jól emlékszem, és azóta én tanulok. Minden egyes este, még a Davis vacsorázik, én addig tanulok egy ilyen fél órát, aztán utána, amikor elmegy a család aludni, meg a feleségem is, meg mindenki ugye, és van egy kis időm, olyan 10 óra után, megint tanulok. Tehát naponta egy ilyen másfél órát próbálok tanulni, hogyha tudom, hogy mit, majd fogok erről beszélni, de itt vannak, itthon tanulok, ugyanis nekem nincsen időm, mert járok iskolába, járok dolgozni, itt a család is nincsen időm elmenni iskolába, ezért én itthonról tanulok, tehát kiküldik nekem a tankönyveket, meg a füzeteket, én azt megcsinálom, elolvasom, megtanulom, csinálok egy tesztet, és visszaküldöm, hogy átmentem, akkor küldik a következőt. Tehát ez így működik. Erről majd fog beszélni egy másik videóban, de gondoltam, hogy megemlítem, mert ugye ez történik a mindennapjaimban. Már azt hiszem, hogy szólt a telefonom, vagy csak nem, e-mailt kaptam. Látod, milyen jó a fülem? A fülem az jó, szaglásom nem. Na mindegy, hogy elolvassuk. Csak gondoltam, hogy ezt megosztam veletek, mert ez a mindennaphoz hozzátartozik. Kivághattam volna, de előbb-utóbb úgyis meg fogom veletek osztani, csak eddig nem akartam, mert... Na minden, ma meglátjátok. Amúgy a tankönyvemet itt tartom benne a fiókba. Én ezt most előveszem és elkezdem olvasgatni, hogy mit kell ma... Várjál, tanulom, ezt mondta vezeték. Meg át kell ezt másolnom. Mit kell ma tanulnom? És majd a tankönyvet is meg fogom nektek mutatni valószínűleg egy héten vagy két héten belül. Amúgy az iskolát nem fogom még befejezni egészen. Szerintem még egy jó pár hónapig, ugyanis van rá egy évem. Vagy másfél évem? Egy évem és egy pár hónapom van rá, hogy befejezzem. De na minden, még van idő. Úgyhogy én most bedugom és gyorsan átmásolom, meg átnézem ezt a tankönyvet. Mi a helyzet? Semmi. Mit csinálsz? Végeztek a játékkal, a Davis most vacsorázik. És a Lucas meg bejött, és mit nézel a számítógépen? Valami filmet né? Ja, én néztem egy filmet, de már végeztem. Melyik filmet nézted? A Muppet film, csinálom a Muppet Marathonnak a csatornámra! Szervusz, bejött a Davis Daddy! Is. What is it? Bad? Megyünk oda aludni? Vagy ugrálni? Úgyhogy most mi nem máson csinálni, mi is meg fogunk majdnem azt tudom védelni, vacsorázni a Lucas-szel, a feleségemmel valószínű. Mit csináltok? Nani. Ja, Nani, megyünk aludni. Lucas, mit kérsz vacsorát? Mindig kapok. Mit kapsz mindig? Az van az a... az Bacon, az a sonkás. Do you have the thing that you did yesterday? No. Okay. Tegnap csináltam ilyen meleg szendvicses valamit, de nem veszünk minden nap ugyanazt, ugye? Mert minden nap más teszünk. Nem jó, hogyha minden nap ugye mindig ugyanazt teszed. Na minden? Ugyan, én most nem más csinálok, mint a vacsorát. A feleségem ott ül, ugyanis ott evett a Davis. A Davis etette, ami nem etette, csak ott na minden? Ugyan, én meg most nem más csinálok, mint vacsorát. Amit már mondtam. Ilyenkor már kezd fáradni a fejem. Ugye egész nap dolgozok, ahol ugye elfáradok, délután ugye sokszor lefárasztanak a Davis, a Lucas, utána még tanulok is ugye kicsit, és ilyenkor már álmos a fejem, megérkezve a feleségem is. Na minden, mindjárt magamhoz térek, ilyenkor kell egy pár perc, és vacsorát készítek. Mit eszünk? Sört nem iszunk, eszünk valami. Sonkát. Na, lassan jön a fridge. Azt mondta a feleségem, nem mutassam, mi van a hűtőbe. Ugyanis elmentünk a boltba, és mindent, hogy gyorsan be lett rakva, nem lett elrendezve, és ezért most így néz ki a hűtő. Na minden. Hol van? Valahol ott van biztos. Itt van el, megtaláltam. Látod? Shortcut bacon. Ilyet eszik a Lucas. Ezt nagyon szereti. Én meg azt hiszem, hogy nem más teszek, mint mit eszek? Ilyet eszek, mutatom. Hol van? Hol vagyunk? Itt vagyunk. Látod, vettünk egy pár levest, ugyanis le volt árazva $1. Itt van. Múltkor is ilyet ettem. Már ez nem az annyi. Ugyanis én a borsos se teszem. Ez nem a borsos. Na, nézd most meg, kupizok is. Not filming in my fridge anymore. No. Except you did. What? Na, le lettem szúrva, hogy ne filmezzek a hűtőbe. Úgyhogy többet nem filmezzek a hűtőbe. Megtaláltam, nem is én, hanem a feleségem is nem találtam meg. Na mindegy, azt a részt max kivágom. Már a hűtőt azt benhagyhatom most. Na mindegy, ha meglátjuk. Na, úgyhogy, tányér,
kell a tányér, és ez a sonka, minek hívják, milyen sonkának? Megmutatom, hogy hogy néz ki, és akkor mindjárt tudod, hogy miről beszélek. Ez a sonka, látod? Én ezt a zsírt leszedem róla, kicsit levágom, a Lucas ezt rettentően szereti, ebből eszik kettőt, várjál, hozok kenyeret is. Megkészítettem a vacsorát, nem a legszebb, bár néha megtalálok szépen, mikor kedvem van, néha nem. Most csak ide raktam mindent a Lucasnek, ugye megsóztam a zugorkát, oda raktam az enyémet, és mindjárt ívom vacsorázni, addig ott bent hadd játszanak. Ezt a videót én azt mondom, most itt lassan befejezem, ugyanis tudnánk beszélni, ugyanis rettentő sokat tudok beszélni, hiszed vagy nem? Amúgy egyrészt csendes gyerek vagyok, tehát olyan sokat nem beszélek, de kamerán keresztül sokat tudok beszélni, és na, megjöttél? Lucas, a vacsora. Na megjöttek, úgyhogy most eszünk. Rendben van, ezt szokartad vacsorára, ugye? Általában ezt szoktuk... Általában ezt szokta enni vacsorára, nem mindig, de majdnem minden másnap. És mit akartam mondani? Ja, ezt a videót itt lassan befejezem, és tudnánk még beszélni. Remélem, hogy élveztétek. Lehet, hogy már még készítek, bár ez a videó, én azt mondom, hogy jóval hosszabb lett, ugye a megszokottnál, valószínű ugyanis. Próbáltam több mindent filmezni, mindent ugye nem filmeztem le, az érdekesebb dolgokat, ahogy ugye tudtam. Aztán mit akartam mondani nektek? Aztán, ha gondoljátok, írjátok meg ide alá, hogy hogy tetszett, és lehet, hogy a jövőben lesz majd még hasonló, talán egy másnapot, talán egy hétvégét filmezek le nektek, vagy nem tudom, majd írjátok meg, hogy tetszett, hogy szeretnétek majd többet látni. Úgyhogy mára ennyit, rendben van, elköszönünk, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, így attól függ, hogy mikor észre, hogy szoktam mondani itt a Lucas-i. Sziasztok! Szervusz, de teli szájjal nem beszélünk. Davis, te is elköszönsz? Szevasz! Nincs szevasz? Mit csinálsz? Szevasz! Ne hülyeskedje, mit csinálsz? Say bye! Bye! No, to the camera! Bye! Say bye! Bye everybody! See you next time! Szia! Látunk legközelebb! Szia! Na, mit, hogy már ennyit? Sziasztok!